Megtelt a Semmelweis utcai idősek klubja. Az elmúlt időszakban nem ez az első rendezvény, amely felkeltette a szépkorúak érdeklődését. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a kezdetek óta részt vesz az újvárosi rehabilitációs programoknak. Ennek keretében valósul meg most itt a Semmelweis utcában ez a program, hiszen olyan nagy érdeklődés volt rá, hogy kedvezőbb ebben a klubban megszervezzünk, így több idéshez tudunk elérni. Igen, egy sorozatnak a folytatása. Itt az őszi időszakban az időseknek a figyelmét több dologra próbáljuk meg felhívni. Ilyen volt a bűnmegelőzési tájékoztatók, voltak a katasztrófavédelemmel közös programjaink, akár itt a adventi készülődés kapcsán, vagy a Minden Szentek kapcsán a tűzgyújtási veszélyek, erre hívtuk fel a figyelmet, de ugyanilyen fontos volt akár a szénmonoxid mérgezésnek a veszélyére való, valamint hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy ezeket a nehézségeket megelőzzék. A klubtagok most olyan eljárásokkal ismerkedhettek meg, amelyeket a hagyományos orvosi kezelés mellett hatékonyan alkalmazhatnak a hétköznapokban. Voltak olyan kifejezések a meghívóban, amik elsőre nem biztos, hogy érthetőek voltak, de ezeket kollégáim elmagyarázták. Én azt gondolom, hogy kellően nyitottak. Talán az a legfontosabb, hogy ezeken az alkalmakon foglalkoznak az ő egyéni nehézségeikkel, problémáikkal, meghallgatják őket. Már ez is oldja az esetleges nehézségeket, és kapnak olyan útmutatást, olyan alternatív utakat, amelyekkel önmaguk is tehetnek az egészségükért. Azt szokták mondani, ez a belső boldogság. Akkor jöhet. Mert hogyha elképzelik a narancsokat, hol nőnek a narancsok? Mediterrán országokban, ugye? Olaszország, Spanyolországban mindig jó idő van, Dolce Vita, Rausatés. Az aromaterápiával kapcsolatos tudnivalókról is tájékozódhattak a résztvevők. Nagyon jó kapcsolódási pont akármilyen korosztállyal az illatok, mert az illatokat mindenki szereti. Nyilván vannak olyan típusú emberek, akik kevésbé elfogadóak, és csak egy-kétféle illattal lehet hozzájuk közelíteni. Az az általános tapasztalat, hogy a citrusfélék mindenkiben pozitív érzéseket keltenek, pozitív hangulatokat, tehát azokat az embereket ezekkel az illatokkal lehet megfogni, akik kicsit elutasítóbbak. Nagyon sokféle kihívásra keresik a megoldást, akár itt az idősebb korúak is, és úgy gondolom, hogy mindenkinek fogok tudni olyan ajánlatot tenni, ami nekik megfelelő lesz. Vannak egyébként jellemző problémák, amit az idős emberek kérnek öntől, hogy segítséget kérnek? Főként ízületi problémákkal keresnek meg, gyulladásokkal, krónikus fejfájás, magas vérnyomás, és ugye az illóolajokról tudni kell, hogy nem csak külsőlegesen alkalmazhatóak, hanem ha a terápiás, tiszta minőségű, megfelelő minőségű az illóolaj, akkor belsőleges alkalmazásuk is lehetséges. Nyilván ehhez terapeuta szükségeltetik, és akár komolyabb egészségügyi kihívásokat is tudunk vele javítani, nyilván kezelőorvossal konzultálva és figyelembe véve azt, hogy milyen gyógyszereket szednek, milyen diagnózisuk van, de akár vesekő, epekő, érelmeszesedés, stroke utáni felépülés és még egyéb egészségügyi kihívásokban is segíthetnek az olajok. A nyugdíjasok aktívak voltak, szinte mindent kipróbáltak, és az látszott, hogy szívesen tanulnak meg újabb praktikákat és módszereket. Az illóolajokra arra is vevő vagyok, mert én is használom ott fönt a lakásba. Mert valahogy vannak olyan dolgok, amikor itt kicsit izgatottabb vagy idegesebb az ember, mert ilyen van, és akkor azért úgy nyugtatnak az olyan illatok, ami ugye van ilyen a levendula főleg, az egy jó dolog. A program része annak a pályázatnak, amelynek konzorciumi partnere az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, és a projekten javítják a Győrújvárosban élő hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeit.